igazi. Amikor hogy tényleg átmegy sivatagba, és ott megy az út. Now they've stopped. They are great. Good. That's great. They are funny. What weird is that? That's it? Because I've got the registration. Now that's very cool. Egy kocsma a sivatag kertezetén, semmi a környékben nincs, csak ez az egy kocsma. Believe or not. Fireplace as well. Mm, it's good. And a huge map. Pretty big map. I can't take it in the picture. Almost. This is the pub itself. An emu egg scarf. There's someone who has it. Emu tojás. És ez a kocsma itt a sivatag kellős közepén, nincs a közelben, csak ez a sivatag, csak a kocsma, úgyhogy eléggé hihetetlen. És ezek pont azért vannak, hogy benzint és valami arra élelmiszert, ami tehát a kólát ihazit ad meg. Szóval csak valamit ennyi, semmi több. Ez a kőépület nem tudni micsoda, majd közelebb menjen megnézzük. De nagyon szép. Ennyi. Telefonfülke. Ez most 400 kilométerre volt a legutolsó lakott területtel. Szóval így van. Ilyenek vannak errefelé. Ez eléggé ronda nyelvezet, de poén. Egy népbe, mint az lenne a neve a túrán. Túrának, de az azt jelenti, hogy hopp, fészkes fenére vágjuk, hogy Kínában vagyunk. Teljesen igaz. Fiúk, ha hiszitek, hanem ez arany. Most jöttek meg, találkozunk rendszeresen, ezek még mindig olyan kemányosak. Ez arany. Majd a minden. That's all. Elég nagyokat, kicsiket. És ez a hölgy talált aranyat, és halászik, és festik. Itt vannak az aranyak. This is all the gold. Gosh. That is the gold nugget there. Ez mind az arany, amit most találtak nem régen. Hát ez az aranyások fogja oh, itt. Yeah. Csak mi nekünk kell kimenni átti aranyat. Ez oh, yeah. Yeah. Hát ez is adott a kormányban már. This is a hölgy ült a kocsmában. Ez egy kombi, mert a kocsmában. Oh, 1980. Tehát bárki kereshet arra, itt van, hogy arany, tudod, fénykereső, és minden. Mit lehet biztosítanak? Öcsém, itt a helyed. Hát a felmi, rendben ilyen van. Ez még mindig létezik ilyen, ez az úri ember, aki a kocsma kiszolgált bennünket, ez ő gyűjteménye, arany. Oh, it's beautiful. Lifestyle is good. The only thing, I come back by myself. My wife is in South, mm-hmm. And she is coming today. Oh. Last year I've seen very little of her. Only I think between Easter and Christmas only once. And this
year. I've seen her a bit more often, but under some more lousy circumstances, she got cancer, or had cancer. It's all right, and she's coming today. She'll stay with me for 2 weeks. 2 months, sorry. Pretty incredible. It is. That's the only thing, so when you're married. And ez az a hely, a Poglán, ahol Sturt felfedező 7 hónapig a katonáival, ahogy átkeltek az országot, vagy felfedezték az országot, meg ahogy jártak, keltek, itt maradtak. Mert ez volt a legmelegebb, leghűvösebb hely még ebben élő pokolban. Baromi meleg van, hőség. A sivatag közepén is még ez egy oázis ilyen szempontból, de hát 7 hónapig maradni minden nélkül azért elég csodálni, hogy túlélték. Gyönyörű hely. Víz. És azt írja, hogy ez a keskeny kis valami csoda, mint ez nem tudom micsoda, nem szoros, valami ilyesmi. Vizet biztosított Charles Sturt kapitánynak az 1844-46-os közép-ausztráliai felfedezése során. 16 ember, 200 birka, 11 ló, egy lovaskocsi, egy csónak volt velük, 6 kutya, 30 ökör, és ez a kis hely, bocsánat, ő vagy biztosított nekik megélhetést 7 hónapon át. A kapitány próbált felfedezni minden irába, hogy merre mehetnének, és hol van ennél több víz, és jobb lehetőség, hogy tovább jussanak. Képtelenek volt tovább jutni, úgyhogy akkor jött erre rá, hogy itt ragadtak most 7 hónapig. A júliusi eső, igen, tehát júliusi eső egyszerűen olyan volt, hogy nem bírtak tovább menni, és a néhány a férfiak közül visszatért Adelaide-be, és aki vezette őket, meg is halt ez a pool, és tört északnak folytatta az útját később. Elég érdekes. A nagy esős, mi is azért voltunk nagyon szorítva mostani útra, hogy nagy esőzések idején egyszerűen képtelen az utakat járni, mire minden. Tehát itt pillanatok alatt olyan áradás lehet egy felhőszakástól, mert a föld nem szívja be a vizet, hanem egyszerűen olyan sivatagos, mert minden, hogy nincs beszívókövés képessége. Így, hogyha eső van, itt képesség haladni, itt akkor meghal az élet. Mi is azt a tanácsot kaptuk, a véletlen esőt kapunk, 4 napon át maradjunk, ugyanolyan akkora úgy felszárad, ha csak nem hosszabb esődés, hogy tovább tudunk menni, de meg ne próbáljunk kimozdulni onnan, ahol vagyunk. Ez a folyómeder maga. Ha a víz itt tovább folyna, mint ahogy arrafelé van víz, akkor most itt is lenne. Amit ott találtak, ilyen a környék. Totál száraz, semmi. This is the desert pea. Ez az a mag, édesanyja, amit Helen vett neked, és majd küldeni fogjuk. This is on the way to Olive Downs.